nem úgy szeretsz, miért nem úgy lesz, ahogy akkor rég. Már nem kérdezem, elengedem, szívemtől távol vagy rég. Luigi vadonatúj klipjéből most először láthattak részletet, a hivatalos megjelenésre azonban még várni kell. A zenei videó felvételét a Makkói Városi Televízió munkatársai készítették. Az előadó művész régi vágya volt, hogy a Marospart szabadtéri színpadán egy zongoránál ülve tudjon majd videóklipet forgatni, ami a szeles idő ellenére is sikerült. A munkába stábon kis betekintést nyerhetett, ahol Luigi örömmel mesélt a legújabb szerzeményéről. Ugye jön az ősz, az október, a november, és én erre az időszakra gondoltam, hogy már régóta, hát kb. Másfél év ezelőtt ez a dal ez megíródott, csak aztán félbe maradt, és most elővettem, hiszen ugye volt rá időnk, idézőjelben sajnos. Elkészült a dal, és nagyon sok barátnak, kollégának megmutattam, és mondták, hogy érdemes lenne ebből a dallal egy kicsit komolyabban foglalkozni, mert ők éreznek benne valami pluszt. Romantikus hangvételű, viszont mély érzésekről szól, mély fájdalomról szól, hiszen a dal címe is az, hogy nem kellene sírni már. Mint ismeretes, a művész mindig saját dalt és szöveget ír, valamint a hangszerelést is maga végzi, csak a stúdió munkálatok készülnek a fővárosban. Az előadó zenei videóiban mindig van egy csinos női főszereplő, ez most sem maradhatott el. Palucz Léna örömmel vállalta a felkérést, aki elárulta, hogy egy fotózás alkalmával találkozott személyesen Luigivel, de a zenész munkásságát régről ismerte. Régebben sokat hallottam róla, meg még volt CD-m is. Azt tudtam, hogy makói, de így nem ismertem személyesen. Nagyon furcsa, mert így nem gondoltam volna bele, hogy így ez fog történni, de nagyon örülök neki. Luigi szólt arról is, hogy a dal egy válogatás lemezen is szerepel, amely egy országos megjelenésű lap mellékleteként lesz hamarosan elérhető. Ez a dal, ez nagyon jókor lett kész, hiszen ez év novemberében fog megjelenni a Sztár Limonádi újságban egy Bakelit Fesztivál című nagy lemez, ami 15-20 előadó lesz, és én ezt a dalt megmutattam a Trimédió csoportnak, akik együtt dolgozom már 3 éve, és ők nagyon szeretnék, hogy ez a dal a lemezre felkerüljön. A művész elárulta, hogy már készülőben vannak az új dalok, amelyekkel a közönségét szeretné majd jövő évben megörvendeztetni.